én 53-ban végeztem, az utolsó tanárom a képzőművészeti Hinz Gyula volt. Vele lett volna egy megbeszélni valami, őt kerestem meg nyár elején, és egyúttal kértem, hogy azóta is dolgoztam, eltelt egy pár év, és szívesen megmutatnám. Különben én szerettem a Hinzet, mint mestert és mint festőt. De Hinz nagyon kedvesen el is jött, meg is nézte, és nagyon tetszett neki, ezt nagyon nem is titkolta, és rövidesen kaptam tőle egy levelet, melyben megírta, hogy az én tevékenységemet és a főiskola jövőjét érintő közös ügyben fáradjak be ekkor és ekkor, hát sejtettem, hogy akkor ebben meghívás lesz, így történt, és akkor kaptam egy tanársegédi állást a főiskola textil tanszékén. Akkor az történt, hogy 57-ben, vagy mikor pár év után hallotta a kollégákkal, ő azért tartott valami kapcsolatot, hallotta, hogy a Nagymező utcában az elszúzzam, hogy ott egy ilyen csoportos kiállítást csinálnak a kollégák. Abban benne volt a Csík Pista, a Kántor, Hogferi, az Acél, Acél Ilona, Ilona, Óvári. Óvári Laci. Na és akkor a Hinz Gyula elkeveredett arra a kiállításra, és ő emlékezett rá, hogy a Gerzson neki tanítványa volt, én is, szóval emlékezett a társaságra, és egyszer csak jött egy levél, jött, vagy nem tudom mi üzenet, hogy a Gerzson Pál keresse őt fel az iparművészeti főiskolán. Azt mondta Hinz, hogy ő látta a kiállítást, és a Gerzsonban látott egy fantáziát, egy nagyon jó művész lesz belőle, és meghívja őt az alakrajztanárnak. Hát én budapesti vagyok, ő pedig aztán Pécset voltak, már Pécset laktak, de felvidékről mentek Pécsre, állatorvos volt az ő édesapja, hát ez megint csak, amit én emlékszem, ugye arra gondolok. És hát őt is fölvették, engem is fölvettek, és ott megismerkedtünk, és csináltuk a tanulmány rajzokat, ugye, a Kmeti Jánosnak a vezetése alatt. 48, azt hiszem 50 körül, 50 körül volt, ahogy a főiskolára kerültem. Akkor volt a főiskola reform éve, akkor került ő is oda, amikor a reform éve kezdődött a főiskolán. Ma a Kmeti osztályon voltunk, ő, a felesége is, ott ismerkedtünk meg. Ott alakult ki a mi kapcsolatunk, amely barátsággá változott. Régóta ismerjük egymást, mivel leckeként is feladtad, hogy keressem meg, hogy hogy is kezdődött. Kiderül, hogy 1951-ben ismerkedtünk meg, de már előtte, kaposvári gimnazista koromban hallottam rólad, mert egy ottani volt osztálytársam Kőszegre került, és ő hozta a híredet, és ő volt az, aki klasszikusan összemesélt bennünket. 1951. április 11-én ezt írom akkori följegyzésemben, hogy Gerzson rokonszenves ember, magas, barna, éles arconású, lázas arcú, józan, értelmes, elég tájékozott, s van kedve a velünk való barátkozáshoz. Egyébként is igen magányos ember. Ami még nagyon érdekes volt nekem, hogy mutattál persze munkáidat, és feltűnt nekem, hogy az akvareljeid valamire engem emlékeztetnek, mire szinte magyarázatul azt mondod, hogy hát a főiskolán az egyik rész az Bernát utánozza, a másik rész Szőnyit. Én úgy döntöttem, hogy nekem legyen mesterem Cézanne. És én a te egész munkásságodat valahogy ebben a jegyben látom. Arra emlékszem, hogy az úgynevezett belvárosi társaság, amelyről talán hallottál, ez 57-ben alakult
körülbelül 25-30-an jártunk oda, nők, férfiak, festők, rendezők, Jancsó Miklóstól, Csóri Sándorig, Hernádi Gyuláig, és így tovább. És, ott ismertem meg Palit is, aztán akkor meghívott a lakására, hogy az állványon lévő készülőképeket megmutassa, úgyhogy egyre szorosabb lett a barátságunk, és amit ki akarok emelni, hogy hát én azt vallottam, hogy egy költő vagy egy festő az ne csak a saját szakmájához értsen, hanem legyen a világról egy általános képe, például a magyar szempontból például a néprajz, etnográfia, de ugyanígy történelem, és így tovább. Na most erre kiderült, hogy a Pali rendkívül művelt ember. Úgyhogy ez aztán tényleg összekapcsolt minket. Most nem beszélve arról, hogy remek humora volt Palinak. És ez azt hiszem, hogy ez nekem is adatot némi a jó Istentől. Úgyhogy hát, nagyon-nagyon jól összejöttünk, mert hosszú-hosszú elméleti beszélgetések közben hát egészen közel állt a szemléletünket. A Barcs Egyenlővel, aki szeretett, mert ő keresett engem, és úgy foglalkozott, érdeklődően foglalkozott, hogy mit csinálnak. Szóval látszott rá, hogy itt kollégát érdekli. Vincet is én kértem meg egyszer, hogy megmutatnám a dolgaimat, és nagyon tetszett, és pont akkor ő a Iparművészeti Főiskolának volt a főigazgatója, és még abban az évben meghívott a tanárnak, ami nekem egy megváltó erejű dolog volt, mert családom volt, állás jelentett, és életszét jelentett. ...1963-tól 68-ig jártam a Magyar Iparművészeti Főiskolára, és Gerzson Pál 3 évig a mesterem volt. Tehát ő volt az a tanár, akivel egy héten 5-ször találkoztunk, mert akkor olyan volt a képzés, hogy 6 órás tartalommal rajzoltunk délelőttönként, reggel 8-tól általában 1-2-ig, és szakosodás csak a 3. évben kezdődött. Addig megnéztük azt, hogy hogyan tudunk megfelelni annak, ami a Gerzson Pálnak a követelménye volt. Rendkívül igényes mestertanár volt. Reggel 8-kor már ő volt az első, aki ott volt a műteremben, beállította a modelleket, és szemmel tartott minden diákot, aki ott dolgozott. Az ő korrektúrái mai napig meghatározzák az én munkásságomat, ő annyira igényes volt, nem csak azt tanította nekünk, hogy hogyan kell megrajzolni a fejmodellt, a ruhásmodellt, az aktmodellt, hogyan lehet ezekből szerkezeteket létrehozni, amikor 2-3 alakot rajzoltunk össze, hanem megtanított bennünket a színelméletre is. Ő volt, aki elmondta, hogy a tarka és a színes két különböző fogalom. És szürkében is lehet feketébe színeset csinálni, és a kék állományú színek voltak az egyik, és a másik pedig az úgynevezett sárga állományú, és ez nagyon sokat segített nekem például a tervezésben, hogy egy tónuson belül hogyan lehet színessé válni, és nem tarkává. Ez egy ilyen gerzsonos receptúra volt, hogy fölnyalta az ember ugye a lazúrosan ezeket a hideg színeket, és akkor ilyen tejfölszerűen így bele lehetett úsztatni a fedőket. Most ennek egy olyan világítása volt, mint amikor így a falról visszavert reflex fények úgy térbe helyeznek egy formát. Fantasztikus effektus volt. Erről bárkit azonnal be lehetett azonosítani, hogy Gerzson osztályos. Na de most ugye levetkőzve azt, hogy ugye esetleg a túlságosan is a Pali nyomdokaiba léptünk volna, ami egyébként megtörtént, de akkor is ez egy nagyon alapvető vizuális művészeti probléma. Az, hogy például a színes fények és a színes árnyékok hogy hatnak egy formára, az egy általános művészi érvényű probléma, amit nagyon kevesen tudnak ilyen magas szinten produkálni. Úgyhogy ez különbözteti meg azt, hogy valaki csak úgy elvtelenül, csak úgy
jobb hián utánozza a mesterét, vagy pedig tényleg tanult tőle valami olyat, ami egy általános érvényű szabály, amit aztán ő a saját képére is formálhat. Mert ugye nem védhető le, tehát nem mondható az, hogy a színes reflex az csak a Gerzsompali festői problémája. Hát az megjelent még millió festőnél. De nem minden mester tudta ezt a diákjának egyáltalán a figyelmébe ajánlani. Az évfolyamat megnéztük, 17-en voltunk először, és abból maradtunk 11-en az első év végére, de őnála nem volt különbség a fiú hallgatók és a lány hallgatók között, hanem ő keményen edzett bennünket a szakmára, edzett bennünket a hivatásra, és ha kellett, akkor nagyon élesen mondta a bírálatát és a véleményét. És ha nem tetszett neki a rajzunk, akkor szó nélkül letörölte egy rongyra, és azt mondta, hogy kezdje újra. És megmondom őszintén, semmiféle ellenkezésünk nem volt, mert olyan becsülete volt az ő szavának, olyan hitelessége volt a szavának, hogy újra kezdtük a rajzot. Mert mondta, hogy nem jó, nem ül, nem áll, a fejét nem fordítja, a kezét nem tartja, az alak élettelen, ahogy ő mondta. Az volt a véleménye a Gerzson tanár úrnak és a mesternek, hogy csak azt tudja igazán jól a hivatását teljesíteni, aki megalapozott tudással rendelkezik. És a megalapozott tudás az egyrészt a rajz, a festés, a színelmélet, és azon túl bármit csinálhatunk, mert nem fogunk tévedni. Itt látható a Pali holló fekete hajjal a 60-as évek közepén. A barátságnak lenyomatai a képek. A kép, ami nekem ajándékozott, Pali, az a főiskolai munkásságának egyfajta terméke, mert éles szemmel felfedezte, hogy amikor a növendékei aktot festhetnek, akkor ugye ledobja a leplét a modell, és ott áll a maga szoborszerű valóságában, és a srácok meg megőrülnek, bocs, hogy ezt mondom, de kapkodnak, csapkodnak, és ez olyan kontraszttal tudta egy térbe elválasztva ugyan, de ábrázolni a Pali, hogy sugárzik róla a humor, az a kapkodás, és nem tudni, hogy most mihez fogjunk magatartás. Én nekem, mint festőnek, Egri nagyon sokat jelentett. Kora, főiskolás koromtól kezdve. Amikor nem volt Egri, nagyon túl ünnepelve egyáltalán, szóval őt egy ilyen letvint világ polgári festőjének tartottak. Annyi érdeme volt, hogy szegény származású volt, és csak ennyit mondtak róla, de nem volt semmiféleképpen egy ilyen szocialista példakép. Nekem viszont nagyon tetszett, úgyhogy, és azt is tudtam, hogy Keresztúrival ő igen közeli barátságban, jó kapcsolatban van. Tehát mondjuk ez is egy ilyen távoli vonatkozás. Aztán később, amikor megnyílt a Egri Múzeum, hát akkor azt hiszem, hogy itt az avatók, az első egri baráti körnek volt az egyik illusztris tagja Keresztúri. És hát írt róla, és ami aztán végképp nagyon gyönyörű volt, hogy Keresztúrinek megjelent egy könyve, aminek az volt a cím, hogy Balaton. Ez a Balaton történelmét, földrajzát, néprajzát és kultúráját öleli föl, és ebben gyönyörű illusztrációs anyag volt, amiben nagyon sok volt az egriké. Akkor nem tudtam ezt a keresztúri rokonságot, tehát ő az én számomra egy volt a nagyon fontos magyar személyiségek közül, akiről tudtam, és hát
mondjuk attól kezdve, amikor a nevét láttam, akár folyóiratban, vagy bárhol másutt, akkor mindig ezzel a bizalommal is szeretettel fordultam felé, úgyhogy ő az a személy, akit én nagyon nagyra becsülök. Én annak idején Szigligeten vettem egy szőlőt, azt hiszem 69-ben. Vettem egy szőlőt, és az volt a szándék, hogy építek rá egy házat. Hát az első szempont az volt, hogy a hely maga a vonzó legszebb, amit meg lehet szerezni. Na, de ezt tudtam megvenni. És egy év múlva elkezdtünk építkezni. Apám segített, akkor ő már nyugdíjas volt, és ők egyébként Pécset laktak. És mondta, hogy ő szívesen segít. Volt így gyakorlata már az a házépítésben. És elkezdtük építkezni, hát kevés pénzzel, és hát ilyen szakaszosan. Ugye Palinak a Szigliget az olyan volt, mint ahogy a régi, a századfordulón a gazdag magyar festő ifjak lejártak ugye Amalfiba és Triestbe és a Genova mellé Olaszországba, tehát ott festették, ugye Bernát Aurél is rendszeresen festette a Rivierát, ugye. Pali Szigligeten érte át mindezt, az egy fantasztikus hely. A Szigliget jelenség ez egészen varázslatos az ő esetében. És hát az, hogy rengeteg festőről tudunk, a kortársai között is, vásárhelyiek, realisták, akik a tájat a maga valóságos voltában ragadja meg, még ha egyéni invenció van is. És hogy Gerzsannak volt ez a merészsége, ez a bátorsága, hogy tulajdonképpen kiszabadult a naturális látvány rabigája alól, és egy teljesen, ugyanakkor ugye a tájat imádta, tehát ott a Szigligeti Birodalma teraszán ülni, dohányozni, partini, szemlélni, ez volt talán az ő. Erről egyébként Tornai József és mások is gyönyörűen írnak. És ezt egy egészen más formanyelvbe visszaadni, és egy új formanyelvet teremteni, azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy eléggé egyedülálló, így a múlt század magyar 70-es, 80-as évek festészetében. Magam is egy verset olvasnék föl, Ágtista barátomhoz hasonlóan, amit Pali emlékére írtam. Pingál madárijesztőt, vereslombokat, gerzsonpali, szigligeti fellegróvag. Opál víztükrön fecske szárnyat, bajrakész, lovonrugtató, sisakos stengyörgyvitész. Szőlőindát, melyen kacsirtó fürdelel, skardos angyalt, tán Áriel vagy Ráfaja. Aztán elunva ecsetjét megszomjazott, kancsóval rója a nyikorgó grádicsot, kip-kop, karfarecsen, borospincébe tér, fanyar rizlingér, színarany szilvániér, odale nászkarákok és pucércsigák, várja a nyírkos, félállomi alvilág, dongák között hengergő bábok, fényrevak, sápat lelkecskék, omló pincegádor alatt, csetlik-botlik, gyertyájoki húny, csak a szélsziszeg, gyufája sehol, rozsdás kulcsa is elveszett, indulna, de mozdul a föld, nincs lépni hova, nincs oda-vissza irány se tély, se tova, hiába se hang, se fény, mint ébeszáműzött, billenten áll az ászokfák között. Azt a fajta tájabstrakciót fokozta ő tovább, amit Egri elindított, hiszen Egri sem egy narratívan leíró festő volt. Tehát az ő képe is inkább a fényről, a tükröződésekről, a déli bábról, a légperspektíváról, a különféle napszakok fényviszonyairól szólnak, és ahhoz képest a formái elnagyoltak, de egy hihetetlen atmoszférája van. Ugye Pali ezt úgy vitte tovább, hogy ő színben sokkal erőteljesebben, sűrítettebben,
formailag sokkal keményebben, absztraktabban látta a világot, de hát egy nagyon érdekes szegmens ez az ő művészetének. Ezt másnál nem nagyon láttam, hogy valaki ennyire pontosan a hideg-meleg színeknek a szürkéit tudta volna használni. Tehát az, hogy egy komplementer párt, egy narancsot, kéket, lilát, sárgát, zöldet, vöröset egymásba kevert, és olyan meghatározhatatlan szürkék jöttek létre, ami egyszer ezüstösen csillogott, másszor barnásnak hatott, ugye piros mellett zöldnek hatott, zöld mellett pirosnak, szóval olyan fantasztikus színvilága volt. Hát váltig azt mondom, hogyha ő Franciaországba születik, akkor ugye Matisse-szal egy magasságba említenék, vagy a Miróval. Mert egy érzéki festő volt ő. Nem tudom, hogy honnan eredt a Gerzsonnak ez a zenei érdeklődése, ha csak nem onnét, hogy ő maga a festészetébe is hát valamiféle ilyen ritmusrendszereket mindenképpen szívesen alkalmazott, céloznék itt elsősorban azokra a képeire, amiket már a szigligeti vidéken festett, és amelyeknek ez azokra a színharmóniákra kell gondolni, amiket ott a Balaton fölötti ég sugal a Gerzsonnak. Olvasta ezt a kéziratot, akkor még nem is adtam nyomdába. És erre oda megy valamelyik ládájához, vagy én nem is tudom már mi volt, ahol ezt tartotta. Azt mondja, mutatok én neked valamit. És elővett 100 ilyen aktot. De ezek ilyen nagy alakú. Tudod, erre a nagy, amire a festők dolgoznak. Uh-huh. 100 ilyen akt, amiből ebbe is vettünk ugye jó például egy sort, a legszebbeket beleraktuk aztán, mert a nagy csattanó az volt, hogy tudod, én valójában nem tudok ezekkel mit kezdeni, mert most már nem rajzolok így, mert hiszen akkor már nagyon geometrikusan dolgozott. Képzeld el, mind a 100 rajzatot nekem adta. Ott az ő műtermébe, ott a cigaretta és a olajfesték szag az egy olyan sajátos elegyet alkotott. De úgy az ember úgy nézegette, hogy mi van a festőasztal alatt a fiókban, hát ott ilyen színeket lehetett látni, és akkor aztán úgy ezekbe úgy bele is lovaltuk magunkat, hogy akkor nyári utazáson egy Chevrolet zöldet, vagy egy Emerald zöldet, vagy hát ugye a Pali tudott félig meddig franciául, akkor nagyszerűen ejtette ki ezeket a színneveket, ugye mi én nem próbálkoznék meg, de hát ugye így beleszerettünk ennek a dolognak a technikájába is, tehát az az érdekes, hogy a művészeten belül még egy ilyen hobbi is kialakult, ami a festékeknek a technikai tudása, ugye, hogy hát egy lazul festéket nem lehet fedőként föl spaklizni, mert az ugye két évenből megrepedezik, azt leesik. Ugye a lazul az alulra megy. És az, hogy ugye alulról megteremtődik ez a olyan áttetsző, transzcendens világ, mint ahol lenéz az ember ugye a földközi tengerbe, a sziklák alatt a tenger aljába, és akkor a tetejére meg ugye pasztózusan azzal az ilyen sajátosan elkoptatott ecsetivel úgy oda föl tudta tenni a fedő zsírosabb színeket, amik úgynek volt egy kis plasztikája, hát ez egy egyedülálló dolog, és még az is nagyon különleges, hogy még azt se szégyelte, hogy a Cézanne ecsetét is bizonyos fokig elbirtokolta, hiszen az a kis lapos ecset az olyasmi volt, mint a Cézanne, csak hát az ő formavilága totálisan individuális és egyéni volt. A Pali formavilága az hihetetlen módon meghatározható így egy úgynevezett ilyen lágyított geometria nevén.
Tehát, hogy ő nem körzővel húzott köröket húz, hanem ilyen negyedrendű görbéket, ilyen elliptoid formák, amik aztán kisarkosodnak, elvékonyodnak, meghúzódanak. Szóval váltig azt lehet mondani, hogy hát ugye egy Hans Arp színvonalú formakultúrája volt. De az nem Hans Arp volt, hanem Gerzson Pál. Mindent szívesen festek, ha kontaktusba kerülök a feladattal. Én a kérdést megváltoztattam olyan formán, hogy mit tartok olyan feladatnak, ami nagyon fontosnak és nagyon emelkedett dolognak tartok a művészetben. Azt mondom, hogy a portrét. Mégpedig azért, mert a portréban minden festői készségre szükség van, amit egy festő tud. Tehát komponálni kell, bánni kell a formákkal, színekkel, térrel, mindennel. És van még egy szempont, hogy az a megfejthetetlen dolog, hogy van az, hogy a világon akárhány milliárd ember van, de mindegyikben csak az az egy van. Még az Iker testvére se teljesen olyan, ha van neki. De hogy mi ez megfejthetetlen, ezt az ember érzi, látja, tudja, nem foglalkozik vele, és a titkát nem akarja felfedni, mert hát evidens, ugye? Nincs titka. Na most akkor, amikor portrét festek, akkor ezt a bizonyos dolgot, hogy az illetőnek van egy karaktere, ezt okvetlenül fel kell sorakoztatni a követelmények közé, tehát a kompozíciós, a festői tudás, a technikai tudás, stb. Között ott van az, hogy na de annak a karakternek vissza kell szólni. Na ez egy különös dolog. Mégpedig azért, mert ez is kell ketté választható. Az egyik az, hogy a karakter egyrészt morfológiai értelemben karakter, mert azok a látható, tapintható formák, amik ott vannak. A másik pedig hát egy átértelmezés a dolognak, hogy tudom, hogy az illető egy milyen egyéniség, tehát a jelleme, hogy jelenik meg a képen. Ez már egy kicsit átszűrtebb és nehezebb. És nem kell feltétlenül ezzel törődni, mert lehet, hogy éppen tévedek, vagy uram, nem vagyok méltó, hogy erről beszéljek esetleg valakivel kapcsolatban. De a másik, ez a morfológiai dolog, ha ezt teljesítettem, akkor már teljesítettem a feladatot. A főiskola nyári szabadiskoláján is inkább a látványra koncentráló, naturális vagy reális képeket festettünk. Pali meg határozottan presszionált arra engem, hogy inkább a szerkezetre figyeljek, a képek geometriáját vizsgáljam. Emlékszem ilyen mondatokra, hogy, és ezt talán le is írtam valahol, hogy a szemzug megszerkesztése, hogy ott kell a plasztikára figyelni, és hogy kell a dolog téri részét megoldani. Sőt, hát ő föl is hívta a figyelmemet rá, és ez szinte mindig meg is történt, hogy miután az Aradi utcai délelőttökön megmutattam a munkáimat, ő elküldött, hogy menjek át, nagyon közel volt ugye oda a Szépművészeti Múzeum, menjek át, és megmondta, hogy mikre figyeljek, miket nézegessek meg. Sőt, konkrétan emlékszem, azt talán elő is kellett volna keresnem, egy pici kis Holbein könyvecskét adott nekem, csak Holbein Angliába készült portréi rajzai voltak benne, hogy a talunvágy rajzokhoz Holbeint nézegessek, Holbein portrékat elemezzek, vagy vizsgáljam meg, hogy Holbein hogy rajzolta meg az arcok szerkezetét. Megtisztelt azzal, hogy meghívott az általa alapított Magyar Szépműves Társaságba. Hihetetlen sokat tanultam tőle. Abban az időben többet és szívesebben forogtam az ő köreikbe, képzőművész körökbe, mint fotós társaság. Az Andrássy utat azt szerettük volna betelepíteni a
Szépműves Társaság műveivel. Az a sétány részen, ahol ugye áramlik a közönség, közben az úttesten meg forgalom van, de ez ma is megfér szépen egymás mellett, és igen jól elfért volna ott, mit tudom én, úgy tervezték a Jenei Lajosék, hogy olyan kb. 100-200 méter, mire telt volna, posztamensek és egy-egy szobor, vagy más jellegű mű, akár valami kis kalickába, vitrínbe és a többi. Egyszer fölhívott a Gerzson, és azt mondta, hogy el kéne, hogy menjek hozzá a főiskolára. Voltunk jó páran, Pali elővezette az ötletét, kellene alakítanunk egy társaságot. Hát ez is a 70-es évek vége felé történt. Kellene alakítanunk egy társaságot, amely társaság egy ilyen, nem kerülgetem a szót, elitista karakterű társaság lenne, amiben képzőművészek, írók, építészek, akár zenészek lehetnének, de nagyjából azért egy meglehetősen meghatározott létszámú, tehát nem tömegtársaságról szó. És Pali elő is rukkolt azzal az ötletével, hogy ő ezt szépmíves társaságnak gondolta. Jenei Lajos barátunk is az építész, szegény már ő sincs az élők sorában, vagy Kis István, szintén építész barátunk is ezt jónak találta. Akkor benne volt a Segesdi Gyuri, a Csík Pista, Kántor Lajos, sőt, az első társaságban még Polgár Csaba is benne volt, Mészáros is. Mi ennélkül is elég szoros barátságban voltunk, akiket most éppen felsoroltam. A művész osztály része Gerzson Pál Berzseni képe alá. Partra szállottam, levonom vitorlám, félárnyékó már boreász dühétől. Múlik az emlék, amitől vacogva kellene félnem. Eltűnt kijátszott fiatalkoromnak kínja, s a férfi becsapott magánya. Biztos talentum mentett, s a verős szív jussa, szerencse. Mondhatom, boldog megelégedéssel van kies szőlőm, mit a múzsa pártól. Földi magaslat, ahol eltűnődhet hosszan az ember. Míg lakhelyéről aranypalló ível által a széles világ gyöngykaréján, s túl a badacsony balatoni kékje habzik a mennyben, dőzsöl a párás déli báb tünékeny földön, az égi színek sokasága. Szétszállna pedig örök, mint a mindig állva ragyogna. Életem műve, kezem alkotása fürdik az ihlet alul mosolyában, közben a saját képére varázsol sziglige többlet. Innen bár Grönland örökös havára essem, a forró szerecsen homokra. Ott meleg nyárral ósz, ételi szépség, itt hűvös árnyal. A Művészeti Akadémia tagja lettem, méghozzá az elsők között itt Magyarországon, a Magyar Művészeti Akadémiának a tagja, amit én kezdettől fogva nagyon fontosnak tartok, és igazán szolidáris vagyok ezzel az akadémiával és az ott lévő kollégáimmal, még akkor is. De hát ez teljesen összeegyeztethető, hogy tudjuk azt, hogy nem vagyunk mindenben egynevező szemléletileg.
De ez nem jelent semmit, mindegyik, aki ott tag, az komolyan veszi a saját feladatát. És én ezt nagyon lényegesnek tartom, ezt a művészeti akadémiai tagságot. Na most ez a Párizsi Európai Művészeti Akadémiai Tagság, ez nem francia akadémia, ez egy európai akadémia, és Párizsban van a székhelye. Aztán különböző helyeken tartják a közgyűléseit. Most azt hiszem Brüsszelben volt legutóbb. Engem oda fölterjesztettek, támogatók, kértek Magyarországról időnként, mondom, a más országból is időnként kérnek egy-egy nevet, és akkor küldenek egy-egy nevet, hogy kiktől kérik, kik küldik, hát ez valószínűleg több ember, mint küldik, és hát így az én nevem is oda került, és hát most engem találtak erre alkalmasnak. Kiderült, hogy a Pali, amikor már nem fért a képeitől, hogy kitalálta azt, hogy tulajdonképpen egy polcrendszer volt, ezt befette ajtókkal, és rácsukható ajtókkal, és ebből magából is egy alkotást csinált. Pali ott békésen dohányzott, amíg én ezzel bíbelődtem. Nem volt egy könnyű játék, mert ez voltak éppen egy óriási felület a lakásban, és hát amíg ezt különböző foltmentesen, meg árnyékmentesen bevilágítottam. Van egy nagyszerű barátom, egy költő, nagyon szeretem őt, és nagyon sokra értékelem, Szepesi Attila. Én Szigligeten voltam, és a szigligeti alkotmányzban írók járnak, többek között a Tornai József barátom, aki ott volt éppen, de ott volt egy másik író is, meg több író is, és ilyenkor a Tornai meglátogat engem, és előfordul, hogy egy-két író belejön, aki mondjuk szívesen megismerkedne velem, Tornai elhozza. Na így jött egy ilyen kis csendes, majdnem azt mondom, hogy félszeg, de nem félszeg, mert nem volt ügyetlen, csak olyan tudta a szerepét, hát ő most vendég, és nem eljött, bemutatkozott, megnézte a dolgokat, minden. És amikor elbúcsúztak egy óra múlva, akkor egy kis könyvet ott hagyott, azt mondta, hogy hát ezt a látogatás emlékére, hogyha elfogadom, hát letette csendesen. Másnap belenéztem, hú, mondom, de jó! És annyira tetszettek, hogy rögtön végigolvastam, és még többször is, és utána elhatároztam, hogy Pesten fölkeresem. Aztán azóta jóba lettünk, beszélgettünk, adtam neki egy pár kis rajzocskát, aztán egyszer megkért, hogy valamit írna, hogyha a kedve van, egy-egy rajzot. Folyamatosan írta a verseket, és közben hozta. Én meg rajzoltam mindegyikhez, és a végén úgy döntöttem, hogy mindegyikhez rajzolok. Rövid kis haiku versek voltak, és mindegyikhez rajzoltam valamit, végén aztán megjelent. Aztán megjelent ugyanez a versfüzér egy másik kötetébe és egy gyűjteményes kötetbe, ott meg egyenesen nekem ajánlotta. Úgyhogy a barátság nagy és óriási. Hát 60. születésnapom alkalmával fölhívott a Pali meg a Szepesi Attila közösen, hogy hát mikor kereshetnének föl. Megadott időpontban megjelentek, és hoztak egy közös művet, egy képet, aminek az volt a címe, hogy 60 gomba. Az írás az egy szepesi szonett volt, és Pali pedig nagyon bájos kis, hát ha nem is sormintákat, de cifrázatokat adott hozzá ehhez. Végül is azt hiszem, tökéletesen abban a szellemben és azzal az eleganciával, ahogyan Attila a szonettet előállított. Egy költő vagy egy zeneszerző, az mindig szerelmes.
ez az nagyon kivételes, ha valaki frigid ilyen szempontból. Én például 9-szer voltam szerelmes, már diákkoromtól kezdve, de mindig a megőrülésig, érted? Mert szerintem, ha nem őrülsz meg, akkor az legfeljebb szexuális kapcsolat. Na most Palinál egy ilyen tárgyilagos tartást tapasztaltam, mint ahogy általában képzőművészeknél. Úgyhogy őt ez a kötet, ami hát valóban nem ok nélkül viseli a Szerelem szürrealizmusa című címet, mert Csóri Sándorral együtt, meg Nagy Lászlóval együtt az volt a felfedezésünk, hogy a 20. századi francia szürrealizmus, és nagyon fontos megemlítenem, a francia szürrealizmus és a magyar népköltészet között rendkívül erős összefüggések vannak. Hát a, nyilvánvalóan ismerete az, hogy márványkőből van a Tisza feneke. Hát az egy szürrealista kép, és a világ csodája. Vagy még egy ilyent ismerek, lenéztem a völgybe, ott láttam egy asztalt búval megterítve, hát amikor az érzelmet képpé alakítod át, hát ez a szürrealizmus lényege. Na most a Pali ezt ugye az absztrahálás irányában kapcsolta össze a magyar festészetet a szürrealizmussal, és bámulatos volt az ő, hát mint hogy én nem végeztem, ugye, hát nincs költői iskola, de annál inkább van ugye akadémia, volt akadémia. Hát ő hát nagy szakember volt, tudod, a festészetben is, hogy mindegy volt, hogy a Trecentónak, vagy a reneszánsznak, vagy a barbizoni mestereknek, vagy a 20. században egyre jobban Breton alapján megjelenő szürrealizmusnak a festészetéről, vagy szobrászatéről beszéltünk. Hát Pali az egyetemi tanár lehetett volna, mert lenyűgöző volt a tudása. Ezért nagyon szerettem, mert nem értettem annyira természetesen a képzőművészethez, mint ő, de például zenő ez, vagy történelem, vagy természetesen a lírához, ahhoz legalább olyan szinten értettem, mint ő. Úgyhogy rendkívül jó beszélgetéseink voltak állandóan, és valami velünk született rokonszem. Tudod, ami nélkül nincs barátság. Ő nem volt hajlandó csatlakozni semmilyen ilyen kérészéletű irányzathoz. Voltak vele generációsan hasonló kollégák, akiknek viszont ez nem okozott gondot, de valahogy a Palit soha nem motiválta, és talán azt lehet mondani, hogy olyan fajta figyelem nem jutott ezért neki, mint amilyen másoknak jutott, akik jobban tudtak alkalmazkodni a megújuló trendekhez. Viszont ő a saját útját azt nagy eltökéltséggel és teljesen hát tudatosan és a messze menőkig kihasználva és tehát amit ő ki tudott a saját stílusából hozni, azt szerintem ő maximálisan megtette is. Gerőmesterrel volt egy nagyon emlékezetes találkozásom. Tehát 66-ig tanított, 63-tól 66-ig, és 96-ban a Vigadóban egy művész csoporttal volt egy nagy kiállításunk. És ott kaptam tőle az ő szűkszavú, mert szűkszavú volt, tehát ő nem hosszas mondatokkal fejezte ki a mondatdóját, hanem szűkszavú olyan, és rendkívül kedves, amikor meglátta az én egyik ruhámat, akkor azt mondta, hogy Judit kérem, én ideig nem tudtam, hogy mi az, hogy ruha. Most megértettem, hogy mi az, hogy ruha.
nekem könyvbe lábadtak a szemeim, hogy 30 év után egyrészt emlékezett rám, kettő pedig értékelte azt a munkát, ami valahol nekem addig elég fontos volt, bár közben azért csináltam textileket, goblent is csináltam, tehát mindez, ami a műfajhoz, grafika, egyek, de hogy ő egy ruhára ezt mondta, és azt mondta, csak gratulálni tudok. Én a Pallival kapcsolatban el szeretnék valamit mondani, lehet? Az ő művészetével kapcsolatban, akkor... erre gondolok én most, mert ez a kérdés alapja. Tehát az első dominancia az, hogy ami végül is emberi tényező, a leglényegesebb a mi kapcsolatunkban a barátság, amelynek a próbája nem egy vagy tíz év, hanem több mint 50 év. A képzőművészetnek ezt a fajta mesterség, nem is azt mondja, hogy mesterségbeli tudás, mert ez is már egy művészi rész. Tehát az, ami az arányokkal, a színnel, a kép felépítésével, a ritmussal, az egyensúlyjal, a képfelülettel, akkor a festékekkel, tehát amik ezzel ez az érzéki részével foglalkozik a festészetnek, tehát ezt a világot ezt gyakorlatilag a Palitól tudtam megtanulni. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki ebbe. És még azt is lehet mondani, hogy a színdinamika iránt érdeklődés, tehát az, hogy most én itt az egyetem, Műszaki Egyetemen tulajdonképpen városszínezéssel foglalkozhatok, és épületek színeit tervezhetem, például a Fertődi Eszterházi kastély új színe, akkor Csepelen a Múzeum utca teljes hosszában, ugye, akkor körülbelül 100 panelépület azóta, ami ugye az én általam számítógépen megalkotott színeket mutatja 10 emelet magasba. Az ő igényessége, térlátása, színvilága, a hallgatókhoz való viszonya volt az, ami meghatározta őt. Nagyon szigorú volt, és egyben nagyon kedves. És hát nagyon-nagyon boldog voltam, amikor a rákövetkező években néhányszor találkoztam vele, mert ő emlékezett a diákokra, tudta, hogy kivel beszél. És hiába telt el 30 év, amikor egy csoporttal együtt kiállítottam 96-ba, mert hiszen 66-ba váltunk el egymástól, tudta a nevemet, és tudta azt, hogy mit csinálok, tehát volt benne valami hihetetlen memória készség, és az a memória készség tette őt rendkívül szimpatikussá. Úgy az ő egész viselkedése, mint tanárnak, tehát az úgynevezett szigorúság. Én emlékszem, amikor volt olyan fél év, hogy 4-es kaptam rajzból, mert szó szerint megmondta, Judit, kérem, maga 2 órán 2 napot hiányzott. Megérdemelni talán az 5-ös, de azt mondta, hogy ez az a szakma, ez az a hivatás, amit az ember vagy komolyan csinál, vagy nincs értelme. Mi a helye Gerzsonnak talán a mai kortárs magyar képzőszti kánonban? Ő maga nyilatkozta, hogy őt igazán nem szeretik a kritikusok. Tényleg igazán nagyívű írás nagyon kevés van róla, de valóban itt még pótlásaink vannak, ha majd egyszer egy nagy Gerzson album megszületik. Nagyon rossz kritikát nem is nagyon ismerünk róla, de jó kritikát is keveset, ezt meg kell mondani. Elemző írások tehát vannak, és biztos, hogy még a 20. század magyar művészet történetében ez egy pótlás, ahova igazán be tudjuk őt helyezni, és el tudjuk majd őt helyezni ebben a kánonban. Vannak sorsok, életek, amelyekhez hozzávezérlődik a sajátunk. És a Palihéhoz az enyém elég erőteljesen csatlakozott, és ma is egy űrt jelent a hiánya, hihetetlenül értékes ember volt, egy nagyon nagy művész, és nagyon örülök, hogy kapcsolatba kerülhettem vele. A jó kedély az nagyon fontos.
festeni csak boldogan lehet. Na most ez a munkához szükséges boldogság, ez mondjuk nehezen érthető, mert ez egy szakmai boldogság. Olyan ez, mint a kész az ember valamire, tehát a készenléti állapot. Valamire kész vagyok, nem biztos, hogy mindenre, de arra, amire kell, arra igen. Úgyhogy ez az a relatív boldogság, hogy hinnem kell mindenbe, és az élet értelmébe is, és a saját szerencsémbe is, és nem szabad haragudnom még magamra se, mert akkor nem tudok festeni. Hát festeni csak úgy lehet, hogy az ember dinamikus és jó kedvű.